estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió július 1-i szerda esti híradóját látják. Este 7 óra van. Nézzük kiemelt híreinket. Köszönetkoncertet rendeztek a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Megnyitotta az első időszaki kiállítását a Magyar Nyelv Múzeuma. Ünnepélyes keretek között adták át az ifjúsági házat a Bauszántól. Ma van a Magyar Egészségügy Napja. Az egészségügyi dolgozók ünnepe előtt egy nappal köszönetkoncertet szerveztek a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. A zenei szórakozást a Miskolci Rész Fúvós Quintet nyújtotta, akik rendkívül gazdag repertoárral léptek fel itt is. Nem csak Sátoraljaújhelyen volt ilyen esemény, hanem a megyében számos helyen. A Magyar Művészvilág összefogásával ezzel a gesztussal hálálták meg az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók áldozatos munkáját. Szemövelt Ignác születése napján némileg megkönnyebbülten, de az elmúlt hónapok hatása alatt ünnepelhetnek az egészségügyi dolgozók. A sors furcsa játéka, hogy éppen a kézmosás és fertőtlenítés fontosságát hangsúlyozó Magyar Orvos napján van a Magyar Egészségügy Napja is. Ez a protokoll idén újra fontos lett. A koronavírus járvány idején dolgozó egészségügyi dolgozóknak pedig köszönetkoncertet szerveztek tegnap a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Ez alkalommal ért minket ez a megtiszteltetés, hogy a Miskolci Részfúvós Quintet előadásában gyönyörködhetünk. A magyar művészeti világ úgy döntött, hogy az egészségügyben és egészségügyben dolgozóknak ezzel köszöni meg az áldozatos munkáját. Zenét a Miskolci Theater Brass együttes szolgáltatta, akik programtól függetlenül magánemberként is köszönetüket fejezték ki a dolgozóknak munkájukért. Az úgynevezett karanténkoncertek kapcsán is több térzenét adtunk. Aztán indult a Filharmóniának egy térzene programja, ahol szintén többször felléphettünk. Ezek az úgynevezett köszönetkoncertekből most először részesülünk, de nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk, és egy kis muzsikával köszönhetjük meg azt a nagyon sok munkát, amit ugye az egészségügyi dolgozók ebben a nehéz időszakban elvégeztek. Úgyhogy erre készülünk most. A koncert előtt dr. Kovács Lajos, a kórházigazgatója szólt a dolgozókhoz, hangsúlyozta, hogy Magyarországon a védekezésnek köszönhetően elkerülték a nagyobb bajt, de a vakcina kifejlesztéséig minden készültség jogos. Nem azt láttuk történni itt Sátoraljaújhelyben, mint Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában, ahol tömeges megbetegedések voltak. Én azt gondolom, hogy köszönhető ez egyrészt a lakosságnak a fegyelmezettségének, a kormánynak és az operatív törzsnek időben megtett intézkedéseinek, ami által sikerült azt elérnünk, hogy gyakorlatilag azért itt a mi régiókban COVID-pozitívos beteget nem ápoltunk. Ettől függetlenül az intézménynek a feladata nagyon nagy volt, hiszen mindjárt emlékeznek, hogy több héten keresztül egészen Miskolcig az egyedül intézmény voltunk, amelyik folyamatosan fogadta a fekvés járó betegeket. Ez sem volt könnyű feladat, nem volt könnyű azt a fajta fegyelmet, teherbírást, pszichikai nyomást fenntartani, megtartani, védeni, ami minden dolgozóra ráterhelődött ebbe az időszakba. Ezért én tényleg mindenkinek szeretném megköszönni a fegyelmezett, odaadó munkáját. Azt gondolom, hogy mi jól szerepeltünk. Jól szerepeltünk elsősorban a lakosság, a betegek előtt, de szerintem jól szerepeltünk saját magunk előtt is. Tudjuk azt azért, hogy ennek a járványnak valamikor ott lesz vége, vagy akkor lesz nekünk könnyebb, amikor megszületik ugye a védőoltás és a vakcina. Addig belátható ideig azért a dolgozóinknak készenlétbe kell maradni. Én még egyszer megköszönném mindenkinek, és azért még Szemmelweis Ignác születésnapja előtt hadd emlékezzünk arra, hogy tulajdonképpen a járványi védekezésnek az alapelvei azokkal egyeznek meg, amit nagy elődünk lefektetett. Köszönöm szépen mindenkinek és a szimfonikus zenekarnak is, hogy eljött hozzánk.
A koncertet nem csak a dolgozók élvezhették, de az északi pavilon betegei is hallgatták azt. Az első időszaki kiállítását is megnyitotta a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez pedig nem más, mint az irodalmi herbárium. Itt nem szükséges figyelni járványügyi korlátozásokra, hiszen a kiállítás a kertben, szabadban van. A múzeum munkatársai a járvány ideje alatt is figyeltek a kertre, így a bazsalikomok, levendulák, zöldségpalánták tették a dolgukat, és növekedtek, hogy örömére legyenek újra a múzeumba betérőknek. A kiállítás megnyitón adták át a Kazinczy emlékdíjat, melyet idén Csongrádi Anikó, a Kossuth Lajos gimnázium tanulója kapott meg. Levendula és kakukkfű, meg annyi fűszernövény, virág és zöldség, amely megihlette költőinket, íróinkat, egy csokorban, az irodalmi herbáriumban évről évre látható. Az első időszaki kiállításra ez a Magyar Nyelv Múzeumának, melyet újra megnyitottak. Az első napon szívesen barangolták be a kertet a látogatók. A háztartásunkban használunk, azokat ismerem. Egy pár olyan növényt, amit ugye úgy nem használunk, de illatként és illóolajként használunk, ugye az a levendula, amit is megtalálható, általában ez most talában nagyon divat növény lett. Nagyon szeretjük őket, úgyhogy reménykedünk benne, hogy sok szépbe lesz még itt részünk a kertben. A múzeum munkatársai a járvány idején is gondozták a kertet, az évelő növények tették a dolgukat, növekedtek, a palántákat, egy nyári virágokat újraültették, így nyitásra kész lett az első kiállítás, amelyben nem kell figyelni a látogató számra, és itt hozzá is lehet nyúlni a kiállítási darabokhoz. Megdörzsöli a bazsalikom levelét, vagy a citromfüvet, ha éppen levesz egy paradicsomot, akkor levesz egy paradicsomot, mert nyilván nem befolyásoljuk, minden bio, hogy szokták mondani, tehát nyugodtan hozzányúlhat, nem jellemző egyébként, hogy ilyen módon csökkentik a kiállítás anyagát, de erre is lehetőség van, és közben ebben a gyönyörű környezetben pedig elmerül a szép irodalomnak, azaz a magyar nyelvnek a csodálatos világában, szép gondolatokat olvas, ráébred a természetnek a jelentőségére. A megnyitón hagyománya van egy díjátadásnak is, a Kazinczy emlékdíjat is átadták idén. Hagyomány, hogy a herbárium megnyitója egyben a Kazinczy díj átadása is. Ilyenkor ugye azt a diákot szokták jutalmazni a Kazinczy díjjal, aki az iskolai eredményeiben kimagasló teljesítményt nyújt, illetve az irodalom terén is, irodalom nyelvtan területén is olyan teljesítményt ért el, amellyel ugye ezt a díjat kiérdemelte. A kitüntetést a Kossuth Lajos gimnázium tanulója kapta, aki szép halmon él, így különösen kötődik a múzeumhoz. Tanulmányai során meg annyi versenyen, fellépésen, programon vett itt részt, iskolájában is aktív közösségi tag, számos irodalmi és nyelvi vetélkedőn szerepelt eredményesen. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy pont szép halmiként kaphatom meg ezt a díjat, ugyanis rengeteget voltam ebbe a kertbe, rengeteget jártam. A tavalyi szakmai gyakorlatomat is a múzeumban tudtam le. Nagyon sok minden új dolgot megtudtam Kazinczy életéről, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a díjat most én kaphatom meg. Az irodalmi herbárium a múzeum nyitvatartási idejében látogatható, kellemes hely az olvasásra, pihenésre, aki pedig gyakran jár szép halmon, a természet változásait is megfigyelheti a növények segítségével. Tavasszal készült el az ifjúsági ház a Baújszántón, de a koronavírus járvány miatt csak most került sor az ünnepélyes átadóra. A fiatalok az ünnepség után azonnal birtokba vették az épületet. Sáfián Ádám polgármestere azt mondta, szerettek volna egy helyet biztosítani a helyi fiatalok számára. Minden korosztálynak kedveztek, amikor megtervezték az épületet. Az átadón részt vettek a történelmi egyházak képviselői, illetve Rácz Zsófia, az ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Ünnepélyes keretek között adták át a Baújszántón az ifjúsági házat. Ez az épület funkcióját tekintve helyet biztosít a településen élő fiatalok számára. Rácz Zsófia, az ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a fiatalok számára fontos egy olyan hely biztosítása, ahol együtt lehetnek, emellett élményekkel és közös tapasztalatokkal gazdagodhatnak. Én az eddigi országjárásom során azt tapasztaltam, hogy mi fiatalok éljünk bárhol, legyen az város, falu vagy bármilyen település, nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan közösségi tér, közösségi ház, ahol találkozhatunk egymással, programokat szervezhetünk, mert az itt megszerzett emlékek és élmények lesznek azok, amik majd évekkel, évtizedekkel később is minket egymáshoz és az adott
településhez kötnek. Én úgy gondolom, hogy minden korosztály megtalálhatja itt azt, amit keres, a pingpongtól kezdve a súlyemelőkön át a legkisebbekig, úgyhogy úgy gondolom, hogy ki fogja elégíteni az ifjúság igényeit. Fiatalként nagyon sokszor keresjük ugye az identitásunkat, kik vagyunk, mik vagyunk, miért ott lakunk, ahol lakunk, mi az, amiért a világon vagyunk, és úgy gondolom, hogy az, hogy az adott városhoz kötődünk, az egy nagyon fontos része a helyi identitás kiépülésének. Az épület kívülről belülről megújult. Ezek a munkálatok fél évet vettek igénybe. A polgármester szerint megérte, hiszen ez egy hiánypótló épület. Emellett az önkormányzat gondoskodik arról, hogy hasznos időtöltésre lehetőségeket biztosítson a fiataloknak. Az épületnek megújult a tetőszerkezete, és kívülbelül egy teljes felújításon esett át. Ez egy vidékfejlesztési programból megvalósuló beruházás volt a településnek. Egy régi romos épületet sikerült, úgy gondolom, megfelelő állapotba hoznunk. Itt minden, a legtöbb korosztály megtalálja a kikapcsolódási és sportolási lehetőséget, ahol most éppen vagyunk, ez a súlyemelő szakosztálynak az edzőterme, de egyébként egy családi napközés helyet kapott, illetve a dárc és a pingpong szakosztály is, valamint a amatőr színi társulatnak biztosít felkészülési lehetőséget ez a ház. Igazából az épület egy különleges jelentőséggel bír. A városvezetés igyekszik mindent megtenni azért, hogy a fiatalok helyben maradjanak, és a fiataloknak a legtöbb lehetőséget biztosítsuk kikapcsolódásra, szórakozásra, sportolásra. Ezt nagyon-nagyon szem előtt tartjuk, ezt az egész folyamatot. Ezt segíti ez, ennek a munkának a része ez is. Fiataloknak a nyári időszakban is úgymond ilyen tábort szervezünk, és a diákmunka révén igyekszünk olyan feladatokat is biztosítani, ami úgymond munka, de csak részben lehet munkának nevezni, inkább egy közösségépítő funkcióval rendelkezik, hogy megtanulják azt, hogy mit lehet tenni egy közösségért, és érdemes tenni egy közösségért. Úgy gondolom, ennek nagyon nagy jelentősége van. Azt remélik, hogy ez a ház kielégíti majd a helyi fiatalok igényeit, és ezáltal felejthetetlen élményekkel is gazdagodhatnak majd. Idén nyáron is pályázhattak az iskolák az Erzsébet a Kárpát-medence gyermekeiért alapítványhoz, hogy a családok helyzetén könnyítve napközis és szálláshelyet is biztosító táborokat szervezzenek. A Sátoraljaújhelyi Kazinci iskolában ezen a héten indultak a táborok. Stábunk még az indulás előtt arról érdeklődött, milyen szabályokat kell betartani a járványhelyzet miatt a szervezőknek. Az Erzsébet táborok honlapján ilyen oktató videókat is találnak a táborszervezők, amelyek segítenek abban, hogy az első napokban elmagyarázzák a gyerekeknek az alapvető járványvédekezési szabályokat. Május végétől lehetett tudni, hogy az iskoláknak megengedik a táboroztatást, a szálláshelyet biztosító ottalvós és a napközis tábort is. Azért, hogy segítség a családokat, szülőket a nyári szünetben elhelyezni a gyermekeiket, hiszen a karantén alatt sok családban, sok szülőnek elfogyott a szabadsága. A Kazinci iskola hagyományosan a kácsádi táborba viszi a gyerekeket. Az elmúlt héten készültek is a gyerekek fogadására, a tábor június 29-én elindult. Első turnusban három csoport lesz az Erzsébet táborba. 20-as csoportokban lehet most szervezni az Erzsébet tábort, itt az egészségügyi kockázat csökkentése miatt, és a 4 hétből 3 hetet itt fogunk tölteni, így fognak tölteni gyerekek Kácsádon, 1 hetet pedig bent, de az iskolában tulajdonképpen az időnek a felét fogjuk tölteni, mert igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy változatos legyen, és minél több helyszínen vegyenek részt a gyerekek, és minél több programon, minél több újdonsággal ismerkedjenek meg. A program elemek a sportra, egészségtudatos életmódra, környezettudatosságra, művészeti nevelésre fókuszálnak. Emellett a kirándulások is kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy Erzsébet táborban. Idén emellett a szakemberek megtanítják a gyerekeknek azt is, hogyan lehet hatékonyan védekezni a vírusokkal szemben a táborokban. Nincsen különösebben nagyon meghatározva, de az biztos, hogy az étkezések azok szakaszosan lesznek, tehát az ebédeltetés is ilyen 25-30 fős csoportokban fogjuk megoldani minden esetben, tehát minél kevesebben legyenek egyszerre együtt, minél nagyobb legyen a távolság a gyerekek között, és hát lehet látni majd egy kicsit, a gyerekeket is hozzászoktatjuk ezekhez a dolgokhoz, de
annyit voltak már otthon, hogy gondolom alig várják, hogy kimozduljanak otthonról. Erzsébet tábort nem csak a Kazinczy iskola szervez Sátoraljaújhelyben, a város többi iskolájában is hasonló programokkal, napközis foglalkozásokkal indítják a nyári szünetet. Ötödik alkalommal szerveztek napközis nyári tábort Alsóbereckiben. A tábor célja, hogy a településen élő fiataloknak lehetőséget nyújtsanak arra, hogy a nyári szünet alkalmával is közösségi élményekkel gazdagodjanak. Ez két hetet jelent aktív programokkal. Azért, hogy több lehetőséget tudjanak nyújtani a gyerekeknek a szórakozásra, fejlesztették a sporteszköztárukat is, mondta híradónknak Emriné Bajnok Zita, a település polgármestere. Kézműveskedés, sportolási lehetőségek, illetve kirándulások várják az Alsóbereckiben élő gyermekeket az önkormányzat által szervezett kéthetes tábor alkalmával. A gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy buszos kirándulás keretein belül ellátogathassanak egy élményparkba. Ezt ők választhatták meg, hogy hova szeretnének menni. A táborért a szülőknek nem kell fizetni, illetve napi étkezést is biztosít az önkormányzat, mondta el a polgármester. Ez egy kéthetes tábor napközis rendszerrel a gyerekeknek, immár 5. éve rendezzük meg az Alsóbereckiben élő gyerekeknek, 1. és 8. osztályosoknak, és ebben a napközis táborban különböző foglalkozások vannak, sportfoglalkozás, kézműveskedés, gyalogtúra, kerékpártúra, kirándulások, kézműves foglalkozások, sportprogramok, különböző foglalkozások mindig a gyerekeknek az életkori sajátosságainak megfelelően. Amikor először rendezték meg a tábort, akkor a szülők kérték az önkormányzatot, hogy segítsenek a gyermekeik nyári elhelyezésében. Ennek tett eleget a település önkormányzata. Jelenleg 25 fő, ez napi szinten szokott változni, attól függően, hogy milyen elfoglaltságaik vannak. Ezt a tábort a szülői kérésre kezdtük el 5 évvel ezelőtt, amikor az óvodaiskola bezárt, és a szülőknek szerettünk volna egy megoldást találni arra, hogy el tudják helyezni a gyerekeiket. Ez teljesen ingyenes. Jelenleg a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás által pályázott gyermekesély programból tudjuk ezt, illetve az önkormányzat finanszírozásából. Korábbi években is mindig pályáztunk, és mindig vagy egy civil szervezet segített, vagy pedig az önkormányzat ennek a megvalósításában. A Alsóbereckiben önkormányzata mindig fontosnak tartott, hogy minden korosztályról gondoskodjon, így a gyerekek sem maradhatnak ki ebből, ezért rendeztük meg évről évre ezeket a táborokat, hogy a gyerekeket tudjuk foglalkoztatni, illetve az elhelyezésükről gondoskodni. A polgármester szerint a gyerekek nagyon szeretik ezeket a táborokat. Emellett hozzátette, hogy a gyermekek számára egész nyáron biztosítanak felügyeletet. Kiemelt híreink még egyszer egy-egy mondatban. Köszönetkoncertet rendeztek a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Megnyitotta az első időszaki kiállítását a Magyar Nyelv Múzeuma. Ünnepélyes keretek között adták át az ifjúsági házat a Bóújszántól. Híreinket visszanézhetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha véleményük, témajavaslatuk van, kérjük írjanak a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!